Pár év után valóban elévül a közüzemi tartozás, azonban ez nem jelenti azt, hogy az adósok fellélegezhetnek. A követelés az elévülés után is behajtható. Pontosan hány év a közüzemi tartozás elévülése? Van olyan, amikor nem kell fizetni? Ennek jártunk utána a mai műsorban dr. Vízkeleti Vivien ügyvéd segítségével. Mi a teendő akkor, ha évekkel ezelőtti rezsitartozást kérnek rajtunk számon? Manapság bárki kerülhet olyan helyzetbe, hogy nem tudja befizetni a rezsit. A halogatás ebben az esetben sem megoldás, így jobb, ha még időben, inkább előbb, mint később egyeztettünk a szolgáltatóval. Ha ezt megtesszük, rengeteg kellemetlenségtől kimélhetjük meg magunkat, és nagyobb eséllyel találunk megoldást. Mi az az elévülési idő? Az elévülés azt jelenti, hogy nem lehet bíróságon érvényesíteni azokat a követeléseket, amelyeknél az igény érvényesíthetősége az időmúlás következtében megszűnt. Azaz hiába követelik rajtunk a sok-sok évvel ezelőtt számla befizetését, ha a tartozás már elévült, a követelés bírósági eljárásban nem lehet többé érvényesíteni. Ez lehet az adósok számára mentő, de csak abban az esetben, hogy erre hivatkoznak a bíróságnál vagy végrehajtónál. Mikor évül el a közüzemi tartozás? Áram esetében a villamos energiáról szól törvény 3 éves elévülési időt mond közáramszolgáltatási díjakra. Gáz esetében a gázszolgáltatásból eredő igények szintén 3 év alatt évülnek el. A tévé és telefonszolgáltatási díjtartozások, így például a mobil tévé internet tartozások, a hírközlési törvény szerint pedig 1 év alatt évülnek el. Mi történik a tartozás elévülése után? A dolog nem olyan egyszerű, hogy a tartozás elévülése után az adós hátradőlhet, már senki sem fogja keresni. Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik. Főszabály szerint az elévült követelés bírósági úton nem kényszeríthető ki, és nem hajtható végre. Azonban a bíróság azt nem nézi, illetve nem vizsgálja, hogy a követelés elévült-e vagy sem, ugyanis az adósnak kell az elévülést jeleznie. A rezsitartozást, így az áram- és gáztartozást polgári jogi követelésekként a bírósági végrehajtó kezeli. Polgári per esetén a bíróság hivatalból nem vizsgálja egy követelés elévülését, ezért ha ez bekövetkezett, akkor az adósnak kell arra hivatkoznia. Ha az adós nem hivatkozik az elévülésre és kifizeti a tartozást, akkor ezt utólag már nem követelheti vissza. Ennél is rosszabb, hogyha az adós az elévülési idő után elismeri a tartozást, mert az így újra követelhető. Mikor nem rendelhetnek el végrehajtást? Az elévülés jogilag nem szünteti meg a tartozást, de bírósági végrehajtását megakadályozhatja, hogyha arra az adós magától hivatkozik. Ha ezt nem teszi meg, akkor fizetnie kell, és hogyha a tartozást elismeri, akkor nem számít, hogy az elévült, mert meg kell térítenie. Azt viszont tudni kell, hogy az elévülési idő sok esetben meghosszabbodhat, például ha azt bírósági eljárás szakítja meg. Miért vesződnek a követeléskezelők lejárt tartozásukkal? A követeléskezelők gyakran vásárolnak meg lejárt tartozásokat. Teljesen szokványos, hogy az elévült tartozást el akarják ismertetni a kötelezettel, mert ha ezt elérik, akkor az elévülési idő után is köteles lesz megtéríteni a tartozást. Vagyis fizetési felszólítást az elévülés után is kaphatnak az adósok, mert ugyan a tartozás elévült, de nem szűnt meg. És akkor a közüzemi tartozás elévülése után kell fizetni, vagy sem? Ha elévült közüzemi tartozásunk van, akkor annak bírósági végrehajtása nem lehetséges, amennyiben hivatkozunk az elévülésre. Ezt akkor is megtehetjük, hogyha a végrehajtási eljárás már megindult az elévülési időn belül, de nem zárult le. A követelő az elévülés után is kérheti a tartozás megtérítését. Ha ezt megtesszük, utólag nem kérhetjük vissza. Ha a tartozást pedig elismerjük, akkor ezt az elévülés után is meg kell téríteni. Az elévülés nem jelenti azt, hogy a tartozás eltűnik, csak azt, hogy bírósági úton nem hajtható be. Nagyobb összegű tartozás esetén egészen biztosan nem fogják hagyni, hogy ne legyen kifizetve a tartozás. Kisebb számlatartozásoknál azonban meg lehet úszni a megtérítést, például, hogyha az adós kérelmezi a tartozás elengedését, például a szociális okokra hivatkozva. Köszönjük szépen a tájékoztatást! Szívesen!